Muszáj ennyire elkalandozni? Tehát nem bánom, hogyha nem kell politizálnom, őszintén szólva. Varga Mihály a Makronomnak egy korábban adott interjújában elmondta, hogy Oszkó Péter egy fekete pontot gyűjtött nála azzal, hogy nyilvánosságra hozott egy SMS-t Malév eladásával kapcsolatban. Én nem így emlékszem, én az úgy emlékszem, hogy ő erre felhatalmazást adott. Történt az iszonylag hosszú, arról szól, hogy én időszakomban komoly munka származott abból, hogy a Malév egy meglehetősen nehéz helyzetben lévő volt, állami tulajdonban lévő légitársaság, ugye orosz tulajdonban volt, folyamatosan küzdeni kellett azzal a kérdéssel, hogy tud-e tovább működni vagy sem. Egy jó fél három-négy éves tárgyalások után az orosz állammal abban tudtuk megállapodni, hogy anélkül, hogy a magyar állam ebbe tud plusz finanszírozást tenne, a Malév felhalmozott adótartozásaiért és egyéb tartozásaiért cserébe visszaveszik a tulajdont, és miután ez már lényegében 2010 tavaszán történt ez a transzakció, én azt gondoltam, hogy ez úgy korrekt, hogyha ezt leegyeztetem a Fidesszel és Varga Mihállyal, és jelzem neki, hogy ilyen feltételekkel tudjuk visszavenni, és mondják el róla a véleményüket, mert ugye a másik alternatíva az volt, hogy akkor 2010 tavaszán bedől a Malév. És ő erre egyébként valóban már csak néhány szóbeli tárgyalás után egy SMS-be reagált, hogy a Malév részükről rendben. Majd két évvel később, amikor a Malév ugye mindenféle állami beavatkozási próbálkozások miatt mégiscsak bedőlt, elindult a Fidesz egy olyan meglehetősen inkorrekt kampányt, ahol ennek a felelősségét próbálta ránk tolni. Én egyébként akkor több körben még jeleztem Varga Mihálynak, hogy szerintem ez nem feltétlenül fedi a valóságot, és nem tett ilyen korrekt, és aztán az utolsó mondatában ő már emlékeim szerint elengedte, és azt mondta, hogy figyelj Péter, hogyha úgy érted, hogy nem korrekt, akkor meghoz nyilvánosságra azt, amit mi korábban beszéltünk. És én ezt megtettem, úgyhogy én nem érdem jogosnak a fekete pontot, de alkalmaztál majd, ha egyszer találkozunk, akkor ezt szerintem egymás között megbeszéljük. Az SMS publikálását Varga Mihály szerint Oszkó Péter jóvá tette azzal, hogy meglehetősen pozitívan nyilatkozott a magyar gazdaságpolitikáról. Nem azért mondom a magyar gazdaságpolitikáról azt, amit, hogy bármit is jóvá tegyek, szerintem nincs is mit jóvá tenni egyébként. Nem gondolom, hogy koherens a magyar gazdaságpolitika az elmúlt egy évtizedben, tehát voltak benne változások. Azt gondolom, hogy az első ciklus, a 2010-2014-es időszak azért sokkal nagyobb kilengéseket okozott. Ott azért voltak olyan időszakok, amikor miközben az egész régió növekedett, Magyarország recesszióba süllyedt. Voltak úgy forint árfolyam bezuhanások, hogy közben az ország külső adósságállománya és kitettsége még meglehetősen nagy volt. Én azt gondolom, hogy az utolsó 5-6 év az, ahol kialakult egyfajta stabilitás. Mindenképpen pozitívum a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás. Tehát az fontos, hogy Magyarországnak az a több évtizedes fiskális alkoholizmus, ami miatt sokszor mondjuk úgy zsákba táncolt a gazdaságpolitika, az megszűnt, és alapvető kiinduló pontnak lehetett tekinteni, hogy a költségvetési egyensúlyt ezt meg kell tartani, tehát van egy fiskális stabilitás, amire lehet építeni gazdaságpolitikát. Nyilván egy kedvező környezetben alakul a gazdaságpolitika, mert hogy óriási a pénzbőség az egész világban, nem csak nálunk, de ezt a pénzbőséget pillanatnyilag a makroadatok alapján jól tudja növekedésre használni a gazdaságpolitika. Én nem vagyok híve annak, hogy állandóan fekete-fehérre láttassuk a világot, és az egyik fél az mindig fekete legyen, a másik mindig fehér. Az, hogy Magyarországon van dinamikus gazdasági növekedés, az kár lenne eltagadni. Nem lehet értelmesen beszélgetni, hogyha ezt egyszerűen nem ismerjük el. Az egy kérdés, hogy ebből a növekedésből egyébként ki milyen arányban, hogyan tudja a részét kivenni, és ki milyen arányban gazdagodik belőle, de kár lenne Varga Mihály nyakába varni az összes ezzel kapcsolatos intézkedést. Azt gondolom, hogy van egy kedvező gazdasági környezet, nagyon nagy forrásbőség. Örültem volna, hogyha 2009-2010-ben ekkora pénzdömpingben lehetett volna problémákat kezelni. És ebben a forrásbőségben egyébként továbbra is az a vélemény, hogy a kormányzati döntések nagy része az politikai jellegű döntés, de azt a fajta mozgásteret meghagyják a gazdaságpolitikának, ami mondjuk úgy azt biztosítani tudja, hogy egy költségvetési stabilitás mellett a növekedés az elérhető legyen. Oszkó Péter elmondta véleményét arról is, hogy szerinte szakmai döntések születnek-e Magyarországon. Mondjuk úgy racionális a kormányzás, hogy a gazdaságot és a stabilitást ezt nem forgatja fel, mert az nyilván komoly választói elégedetlenséget szülne. De hogy minden egyes kérdésben szakmai döntések születnének, ezt azért nem merném megerősíteni. Azt gondolom, a költségvetés politikában általában szakmai döntések vannak, bár születhetnek olyan döntések, ahol a költségvetést ki kell, hogy szolgálja a politikai döntéseket, de ezek nem lépték túl azt a keretet, hogy a költségvetés emiatt felborult volna, tehát a költségvetés politikában, a fiskális politikában nehezen lenne kimutatható, hogy a stabilitást azt nem sikerült fenntartani, de ahogy jeleztem, ez csak a gazdaságpolitika egy bizonyos részét tudja befolyásolni. Egyébként azt gondolom, hogy monetáris politikában is nagy rész manapság szakmai döntések születnek. Magyar Nemzeti Bankban is egy erős szakmai stáb, azt gondolom, hogy egy határozott koncepciót érvényesít is valósít meg, tehát ott sem látszanak különösebben politikai befolyásoltságú döntések, ami a monetáris politikát illeti, de hát azért egy kormányzati politikának emellett számos más területe is van. Akkor most
azt nem mondhatjuk, hogy a mostani időszak az elvesztegetett lehetőség idejénként vonul be majd a történelemben? Hát ez mindig relatív ez a kérdés. Ha az a kérdés, hogy lehetne ezt még jobban csinálni, akkor nyilván az a válasz, hogy valószínűleg lehetne még jobban csinálni, mindig mindennél lehet relatíve jobb eredményt is elérni. Ha az a kérdés, hogy ez most az utóbbi 5-6 év az el volt-e szúrva a gazdaságszóli politikai szempontból, akkor arra az a válasz, hogy nem, ezt nehéz úgy tekinteni, hogy ez teljes egészében el lett szúrva. Nem a gazdaságpolitika az, ahol kritikák fogalmazhatók meg. A jövedelemelosztás, pályázati rendszerek szabályozása, stb. Ott valószínűleg sokkal erősebb kritikák fogalmazhatók meg, de az, hogy az ország az elmúlt évben növekedett, az nem egy elvitatható dolog. A startup befektető mérges tömegekről és robbanás közeli társadalmi helyzetről is nyilatkozott 2017-ben, ebből azonban egyelőre inkább csak a bér- és beruházási robbanás látszik. Ugye a kormány viszonylag ügyesen érzékeli, amikor társadalmi feszültség van, és igyekszik elévenni ezeknek a problémáknak, de azért ha megnézzük a támogatottsági népszerűségi mutatókat, azért vannak hullámok az elmúlt 10 évben, csak ezeket a hullámokat fogalmazunk, úgyhogy ügyesen kezelte a jelenlegi kurzus. Ezzel együtt az, hogy a kormánnyal való elégedetlenség az azért mégiscsak bizonyos mértéket elért, azt jól mutatja október 13-a. Magyarországon sokszor hajlamosak vagyunk a külső tényezőkkel indokolni a gazdasági növekedést. Oszkó Péter elmondta erről is a véleményét. Kis nyitott gazdaság vagyunk. A kormánynak befolyása van olyan folyamatokra, amely folyamatoknak viszont az ország nyilván ki van szolgáltatva. Tehát egy globális gazdasági lassulásból Magyarország nem tud kimenekülni, egy globális gazdasági felívelésből pedig így is úgy is nyerni fog, elrontani lehet. Az évek elején is kimaradtunk, 2004 környékén is, egyébként 2010 után is egy régiós felívelésből kimaradtunk. Azonban nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy a Magyarországhoz meglehetősen sok szempontból hasonló Szlovákia a német gazdaság visszaesésével együtt zuhant vissza, míg a magyar gazdaság egyelőre tartani tudta a dinamikus növekedését. Különösen érdekes ez abból a szempontból, hogy az Oszkó Péter által említett globális pénzbőséget elvileg Szlovákiában is élvezhetik. A kormánynak az a lehetősége mindig megvan, hogy a lehetőséget elrontsa. Ami Szlovákia és Magyarország összehasonlítását illeti, és itt egy elég konkrét és izgalmas kérdésre térünk rá, Szlovákia euróalapon működik. Tehát az a típusú előnye, ami Magyarországnak megvan, hogy egy esetleges kritikus lassuló környezetben önmagában versenyelőnyt jelent a magyarországi gyártási kapacitások fenntartása, mert olcsó Magyarországon gyártani, ezt Szlovákia nem tudja biztosítani, lévén, hogy az euróalapú gazdálkodásra, az euróalapú gazdasággal hasonló költségszinten kell, hogy működjenek, mint Németország. Magyarországon a forint leértékelődés az ugye azt az eredményt hozza, hogyha a német autógyárak megnézik, hogy hol vágjanak vissza a költségből és a termelésből, és hol tartsák fenn, akkor pillanatilag azt fogják mondani, hogy Magyarországon tartják fenn inkább a kapacitásokat, mert itt olcsóbban, költséghatékonyabban, takarékosabban oldható meg mindez. Tehát pillanatilag az, hogy Magyarországon az euró nem lett bevezetve, ez ebben a helyzetben egy versenyelőnyt jelent. Nyilván vannak hátrányai is az euró bevezetés hiányának, de ez most egy elég jól látható és látványos előny. Az, hogy az IMF az egy átmeneti segítség, és arról le kell szakadni, és önálló pályán kell járni, és meg kell tudni mutatni a világnak, hogy Magyarország egyébként stabil és önállóan tud gazdálkodni, ez nyilvánvaló volt. Azért emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a mi kormányunk, tehát a bajnai kormány, az IMF-től nem hívott le hitelt. Ugye az IMF hitelszerződést a minket megelőző kormány megkötötte, és kialakított egy 20 milliárd eurós hitelkeretet, de abból a mi kormányunk alatt nem történt lehívás. Nekünk is az volt a szándékunk, hogy arról a hitelcsomagról arról le kell csatlakozni. Mi azt gondoljuk, hogy a mi kormányzásuk után már le is lehetett volna, tehát már mi sem hívtunk le belőle hitelt, és utána sem kellett volna, de azért utána pár évig sikerült még bizonytalanságot okozni ebben a folyamatban. Talán a bizonytalanság volt az ára annak, hogy nem a legkönnyebb utat választotta Magyarország, hiszen Brüsszeltől az IMF-ig bizonyára meglehetősen sok szereplő igyekezett nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Amikor a mi kormányunk átadta a kormányrudat, akkor már piacról hitelezte magát az ország, tehát igazából nem volt kiszolgáltatott a piac egyébként meglehetősen jó kamatfeltételekkel. Hajlandó volt az államháztartást finanszírozni. 2010. januárjában egy kifejezetten alacsony kamatozású dollárkötvény kibocsátást meg tudtunk már csinálni. A hazai állampapírpiac is remekül működött. Magyarország GDP-jének azért egy jelentős részét mondjuk a német autóipar biztosítja. Ebben én azt gondolom, hogy van egyfajta kiszolgáltatottság az országnak, ez nem változott a különböző kormányzati ciklusok alatt, de ezt tudta kezelni minden kormányzat. Sőt, vannak olyan pontok, ahol a mostani kormány mondjuk úgy nagyobb gesztusokat tett a munkaerőpiaci szabályozásban. Meglehetősen komoly engedményeket adott a kormány a nagy gyártóknak. De ez olyan típusú kiszolgáltatottság, ami nem befolyásolja érdemben a teljes gazdaságpolitikát. Tehát a német autóipar sosem érvelt amellett, hogy a magyar költségvetésnek óriási hiányokat kell felhalmoznia, vagy sosem volt érdeke bármilyen módon a monetáris politikát befolyásolni. Tehát 2010 után
mondjuk úgy az útkeresés éveiben zajlott, az nem azért volt, mert hogy nagy piaci szereplők egyébként bármilyen módon befolyásolták volna a kormányt. Ne feledjük el, hogy a 2000-es években Magyarországon 10-12% körüli munkanélküliségi ráták voltak, már pedig épp ez volt az úgynevezett globális aranykor. Sokat beszéltünk arról, hogy mennyire volt elhibázott a 2000-es évek elejétől a gazdaságpolitika, erről beszélhetünk hosszan. Én azt gondolom, hogy ott egy rossz logikájú hibás politikai versengés alakult ki a két politikai oldal között, és egy ígérgetés verseny, ami kifejezetten káros intézkedések tömegét hozta az országnak. Ebbe a közféra bérfejlesztésétől kezdve egyébként mindenféle a Magyarország versenyképességét és foglalkoztatottságát rontó intézkedések beletartoznak, és ennek valóban az volt az eredménye a 2000-es évek első évtizedében, még abban az időszakban is, amikor a forrásbőség egyébként a régióban nagy növekedést okozott, abban az időszakban Magyarországon ez a növekedés ez nem következett be. Emlékeztettük a volt pénzügyminisztert arra is, hogy az úgynevezett globális aranykorban a 2000-es években a magyar munkanélküliség 10-12% körül alakult. A mi időszakunkban is volt egy út a munkához program, ezt mi nem véletlenül hívtuk így. Tehát akkor is annak ellenére, hogy a költségvetésből ugye nagyon nehezen tudtunk bármire plusz forrásokat fordítani, erre fordítottunk. De nem véletlenül hívtuk út a munkához programnak és nem egyszerűen a közmunkaprogramnak, mert ez is jelezte, hogy ennek úgy látjuk értelmét, akkor van értelme, hogyha itt a közpénzeket, költségvetési forrásokat arra fordítjuk, hogy a munkaerőpiacról kiszorult rétegek olyan típusú foglalkoztatásba kerüljenek, amely foglalkoztatásból aztán tovább tudnak lépni a versenyszférába. A közmunkaprogramnak kizárólag így van értelme, azt gondolom. Egyébként egy szociális támogatás átfazonírozása. Nyilván a piac most óriási szívóerővel bír, tehát ott szükség van a munkaerőre, és ez képes is felszívni. Fontos, hogy a közmunkaprogram is ehhez igazodjon. Oszkó Péter elmondta a véleményét az adórendszerről és a jövedelmi egyenlőtlenségek alakulásáról. Borzasztó nehéz az adórendszer egy-egy eleméről önmagában beszélni. Ezek összefüggő elemek, amelyeket együttesen érdemes mindig értékelni. Magyarországon úgy van egy kulcsos adó, hogy 27%-os áfa van mellette. Azt nyilván tudjuk, hogy az áfát azt a fogyasztók fizetik meg. Tehát a kettő együtt hozza azt a kombinációt, hogy miközben a jövedelemre alapvetően egy alacsony adókulcsot fizetnek az emberek adót, a közben a fogyasztások 27%-át gyakorlatilag befizetik adóként, ami lényegesen több, mint a személyi jövedelemadó, és ez azt eredményező, hogy azok, akik nem tudnak megtakarítani a jövedelmük teljes egészét lényegében fogyasztásra költik, azok nagyon sok adót fizetnek, azok, akik a jövedelmük egy jelentős részét félre tudják tenni, és egy kis hányadát költik el fogyasztásra, azok pedig lényegesen kevesebb adót fizetnek. Tehát ez a kettős kombináció, magas forgalmi adó, alacsony egy kulcsos adó, ami azt eredményezi, hogy az alacsony jövedelmek sokkal nagyobb arányban járulnak hozzá közterhekhez, mint a magas jövedelmek. Én sem vagyok híve a nagyon magas progresszív adókulcsnak és az alacsony forgalmi adónak, tehát egyébként, hogyha értékválasztást kell tenni, akkor én is azt gondolom, hogy alapvetően a gazdaság növekedését az motiválja, hogyha nem túlzott a progresszió és a jó teljesítményt, a magas teljesítményt azt nem bünteti, és aztán a jó teljesítményből lehet megfelelő arányban osztani mindenkinek. A társaságok adóztatása ennél komplexebb, mert hogy a munkabérre rakódó járulékterhek azért magasak, úgy alacsonyak tehát a társasági adóterhek, hogy valójában a foglalkoztatás, mint olyat, azt még mindig nem annyira motiválja a mostani adórendszer, hanem mondjuk úgy a tőke jövedelmek befeketésé, a nem munkaerőből generált jövedelmeket adóztatja kedvezően, tehát ebben is azért lehetne még preferencia pont. Való igaz, hogy Magyarországon nem kirívóak a vagyoni egyenlőtlenségek, csak nőnek, nem csökkennek. Tehát az irány nem feltétlenül helyes, amiben halad az ország. Vagyoni egyenlőtlenségek önmagában azért nem lehetnek nagyok, mert ezek sajátos magyar hagyományok, tehát a magyar gazdaságpolitika elmúlt 30 évében egyébként jó ideig alapvetően olyan típusú gazdaságpolitika folyt, ahol a vagyoni egyenlőtlenség kiegyenlítése volt a cél. Ezért igaz az, hogy a régión belül is, hogyha megnézzük mondjuk a visegrádi országokat, akkor Magyarország nem áll rossz helyen. Csak az a furcsa, hogy a válság óta ezek a vagyoni egyenlőtlenségek nőnek, holott a válság mindenki számára azt a tanúságot hozta, hogy a vagyoni egyenlőtlenség kérdése egy nagyon kritikus, nagyon fontos társadalompolitikai kérdés, és ugye arra figyelni kell, és nem szabad hagyni elszabadulni őket. Mert az egész egy évtized ezelőtti globális gazdasági válság és abból fakadó minden politikai földrengés sokak találtámasztott elméletek szerint valójában a nyugati világban növekvő vagyoni egyenlőtlenségek következménye volt. Egyre több közgazdász fogalmazza meg, hogy a globális aranykornak lassan vége lehet. Még nincs vége, de mindenki azt jósolja, hogy hamarosan vége lesz. Egyébként ezt már egy ideje jósolgatja minden elemző és gazdaságpolitikus. Nehéz kiszámítani, mert a jegybankoknak egyelőre nincs direkt motivációja arra, hogy a jelenlegi kamatpolitikából és a pénznyomtatásból visszavegyenek. Ugye ahhoz egy elszabaduló infláció és látható növekedési pálya kellene.
ne felejtsük el, hogy Japán ebben a, ezen a típusú pályán évtizedekig tudott maradni. Ez pont egy olyan típusú állapot, ami, aminek bármikor vége lehet, és ez okozza a legnagyobb bizonytalanságot, hogy, hogy nem lehet tudni, hogy mikor alakulnak ki azok a makrofolyamatok, amik rákényszerítik a jegybankokat arra, hogy, hogy kamatemeléssel, egyéb intézkedések visszavágásával lényegében leállítsák a pénznyomtatást. Egy lassuló környezetben Magyarország milyen mértékben fogja tudni megállni a helyét? Erre azt gondolom, hogy még azért sok helyen nincs válasz. Azt ugye sokszor elmondtuk, hogy a elérhető forrásbőséget az ország és a gazdaságpolitika igen jelentős részben infrastruktúrális beruházásokra fordította. Ez jó volt arra, hogy ebből azonnal növekedés legyen. Tehát ez megjelent az építőiparban, megjelent egy csomó eszközberuházásban, aminek az eredménye, hogy nagyon jó GDP számokat sikerült produkálni. De egy lassuló környezetben önmagában a korábbi sok infrastruktúrális beruházás az nem fog tudni tartós növekedést eredményezni. A humán erőforrásba történő beruházások azok, amik egy lassuló környezetben is képesek tartalékokat képezni egy ország számára. És ez a nagy kérdés, hogy ez utólag fog kiderülni, hogy jól költöttük el ezt a rengeteg pénzt az elmúlt 10 évben, és az egy olyan helyzetben, amikor mondjuk a globális környezet már sokkal kedvezőtlenebb, az fogja tudni tartalékokat eredményezni az országnak. Bajnai Gordó meglehetősen drámaian fogalmazott, amikor azt mondta, hogy Magyarországot most nem a hirtelen szívhalál fenyegeti, mint 2008-ban, hanem a lassan ülő daganat. Feltételezem, hogy Bajnai Gordon hasonlata is arra vonatkozott, hogy ha nem lesz ennyire pénzdömping, nem lesz ennyire pénzbőség, amiben gazdálkodni kell, akkor vajon az a munka, ami az elmúlt 10 évben folyt, kellő mértékben halmozott-e fel tartalékokat, és kellő mértékben adott-e további növekedési potenciált az országnak, hogy önmagában is egy kedvezőtlenebb környezetben is jó eredményeket tudjon elérni. Oszkó Péter azzal lepett meg minket, hogy elárulta, őszinte már előre látta, hogy a magyar gazdaság külső sérülékenysége ilyen rendkívüli mértékben fog csökkenni 10 év alatt. Bíztam benne, hogy az a pálya, amit mi elkezdtünk, az folytatódni fog. Ugye viszonylag sokat beszéltem akkor olyan típusú szereplőkkel, akiktől vártuk, hogy lejegyezzék a magyar állampapírokat és biztosítsák az ország finanszírozását. És én akkor még ilyen bátor kijelentéseket is tettem, nagy pénzpiaci befektetők előtt, emlékszem a 2010-es dollár kötvény roadshow-ra, ahol megkérdezték, hogy jó, hogy én most be tudom mutatni, hogy racionális a magyar gazdaságpolitika is alapvetően fenntartható és hosszú távon is stabil pályán áll, de hát nem sokára lesz egy választás, és mi fog történni utána. És akkor én ezt merészen megígértem, hogy azt gondolom, hogy sok tekintetben kiszámíthatatlan politikai értelemben egy új kormánynak a politikája, de hogy a gazdasági stabilitás pályáját azt én azt gondolom, hogy fenn fogja tartani. És még hogyha voltak is 2010 után kilengések, végső soron húzamosabb ideig ez igaznak bizonyult ez az állítás. Tehát hogyha Varga Mihály még úgy érzi, hogy számolnunk kell a piros és a fekete pontokat egymással szemben, akkor ezt esetleg még nem meséltem el neki, hogy én már előre megígértem, hogy ők jó gazdaságpolitikát fognak folytatni. Oszkó Péter elmondta, hogy kellett a globális pénzbőség ahhoz, hogy a magyar állampolgárok is növelni tudják megtakarításaikat. Hát ez kellett az a fajta évtizedes forrásbőség, ami alapján a magyar lakosságnak is megtakarítási felhalmozásokra volt lehetősége. 2009-2010-ben arról szólt minden nap, hogy hogyan törlesztje az adósságát a magyar lakosság. Tehát arra építeni, hogy majd a magyar lakosság lejegyzi az állampapírokat, meglehetősen naív hozzáállás lett volna. Azóta ez a helyzet valóban változott, tehát lényegesen jobb a hazai megtakarítási állomány, és van miből finanszírozni a hazai adósságállományt. Ebben a helyzetben valóban egy egészséges gazdaságpolitikai célkitűzés, hogy az adósságállomány minél nagyobb része a hazai kézben legyen. Megkérdeztük, hogy az innováció ösztönzésében a kormánynak, illetve a magánszektornak együtt kell-e működnie. A gazdaság jelen helyzetében igen, és nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ez nem feltétlenül igaz egyébként globálisan, tehát azért vannak olyan fejlettebb piacok, ahol a piac ellátja az ilyen típusú innovációknak a finanszírozását, van hozzá megfelelő forrás, vagy a világ más részeiről is finanszírozzák, mert a szilícium völgyben történő befektetések nagy része piaci alapon történik. De ez nem is csak hazai, hanem európai felismerés, hogy ebben a tekintetben az európai innováció, finanszírozás, befektetés, ösztönzés az le volt maradva az Egyesült Államoktól, valamennyire még mindig le van maradva. Tehát igenis a közszférának szerepet kell vállalni abban, hogy maga is belépjen finanszírozóként, és ezzel motiválja a piacot ilyen típusú befektetésekre. Hosszú távon ez akkor fog működni jól, hogy az állami szerepvállalás az átmeneti, de most még nem tartunk itt, tehát azért Magyarországon ebben a szektorban befektetett tőke szerintem 80-90%-a az közpénz. Az nyilvánvaló, hogy sőt, ma már szerintem közhely, hogy az a fajta régi múlt századbeli közgazdasági alapvetés, hogy a gazdasági teljesítményt azt alapvetően a tőke, a munkaerő és a természeti erőforrások befolyásolják, az messze túlhaladott. Sok elmélet született arról, hogy az innovációs képesség az, ami mindezeket veri, és egy gazdaság önmagában innovációs képességgel is ellensúlyozni tudja a nyersanyag
hiányt, a munkaerő korlátozott rendelkezése állását, akár a tőke korlátozott rendelkezése állását is. Magyarország a dél-koreai innovációs kutatásfejlesztési modellt kívánja követni, de Oszkó Péter szerint ez egyelőre még csak egy vágyálom, mivel a magyar GDP nagy részét nem a kutatásfejlesztés és az innováció teszi ki. Magyarország számára egy dél-koreai minta sokkal inkább követendő, mert sokkal közelebb állunk egyszerűen adottságokban, tehát társadalom méretében, elérhető erőforrásokban, stb. Tehát hogy a Kína azért nem feltétlenül jó hasonlat, mert hát ott olyan adottságok vannak, ami nekünk úgysem lesz. Olyan belső piac, olyan megtakarítások, stb. De egy kisebb méretű gazdaság, aki önmagában innováción fel tudta magát építeni, és nagyon stabil növekedési képességet tudott kialakítani, az egy nagyon jó mint. Ezért kell elgondolkodni azon, hogy a rendelkezésre álló tőke milyen arányát érdemes infrastruktúrába, és milyen arányát érdemes innovációba fektetni. Nem vitatható el, hogy az állami források egy nagyon jelentős része megy most innovációba állami alapok befektetésével, egyéb programokkal, de kérdés, hogy a rendelkezésre álló pénzbőségből ez kellően nagy arány volt-e, vagy lehet-e esetleg itt tovább növelni ezt az arányt. Azt korainak gondolom, hogy most már megdicsérjük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy már célba értünk. A növekvő bérek miatt egyre több magyar cég fektet be a termelékenységet javító technológiákba. Technológiai beruházások váltják ki a bérköltségeket, pont azért, mert ugye olyan mértékben ülnek a neálbérek, hogy egyre inkább motiváltak a gazdasági szereplők abban, hogy technológiai fejlesztésekkel, innovációval helyettesítsék azt a munkaerőt, amit egy idő után már túl drága foglalkoztatni. Ez nem csak Magyarországon zajlik, ez zajlik a világban is. Ez önmagában nem gondolom, hogy munkaerőpiaci nyomást okoz pillanatilag, mert nem olyan dinamikus még a technológiai fejlődés és az innováció Magyarországon, és viszonylag korlátozottan áll rendelkezésre munkaerő. De pont ezért a folyamat ez sokkal inkább arról szól, hogy rengeteg olyan fejlesztés, olyan technológiai ötletnek a megvalósítása zajlik, aminek az a célja, hogy költséghatékonyabban, célszerűbben tudjanak működni a vállalkozások. A startup befektetővé váló egykori pénzügyminiszter elmondta, mit kell tennünk azért, hogy a kreatív magyar ötletek hazai tulajdonban maradjanak. Megtanítjuk, elfogadhatjuk a befektetőkkel, hogy nekik érdemes az ingatlan, a kötvénypiac, hagyományos befektetés formái mellett a hazai innovációba is befektetni. Ennek lehet az eredménye, hogy a hazai megtakarítások egy olyan mértékű része csatornázódik a hazai innovációban, hogy alapvetően az egyébként sikeres hazai feltörekvő technológiai vállalkozásaink nem kényszerülnek arra, hogy már korai fázisban is külföldi finanszírozót és külföldi befektetőt és külföldi tulajdonost ajánljanak maguknak. Mi azon dolgozunk, hogy hazai magánforrásokat is minél nagyobb arányban becsatornázunk ebbe a rendszerbe, és meg tudjuk oldani, hogy az a innováció, technológiai vállalkozások, induló vállalkozások ebből a forrásból is megkaphassák a finanszírozásukat. Ugye nyilván ebben itt vannak az állami alapok is, de az állami alapok egy szabályozott piacon nagyon erősen regulált módon bizonyos feltételekkel, bizonyos növekedési fázisig tudnak befektetni, és utána egyszerűen hazai meg uniós szabályozás is megköti a kezüket. Ehhez képest, hogyha magánpiaci szereplők is fel tudnak nőni ezen a piacon, és sikeresen tudnak működni, akkor ők ezt a szerepet tovább tudják vinni, és el tudják látni. Budapest, mint startup központ látszik a nemzetközi térképen? A Közép-Európában mindenképpen látszik, de azt gondolom, hogy egyre jobban látszik, tehát ebben egyébként jó munkát végzett mindenki, aki ezen a piacon dolgozott az elmúlt egy évtizedben, legyen az kormányzati szereplő vagy magánpiaci szereplő, tehát itt egy elég dinamikus növekedés kimutatható az utóbbi évtizedekben. Nyilván van egyfajta óvatosság a globális piacokon, és még mindig a Szilícium völgy, San Francisco, London, Berlin, meg a nagy ázsiai piacok ezeknek a központjai. De egyre inkább érezzük egyébként akár európai, akár európai kívüli szereplőkön is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a mi piacaink iránt is. Képes volt Budapest, Magyarország és a régió is megmutatni, hogy ugyanolyan minőségű startupokat, ugyanolyan minőségű technológiai innovációkat képesek vagyunk produkálni, mint amit a globális piac. És ugyanaz a helyzet, mint az autóiparban. Tehát valójában az, hogy egyébként ebben a régióban, Magyarországon, Budapesten tized akkora beruházással, befektetéssel lehet ugyanazt a startupot felépíteni, mint San Franciscóban. Tehát jóval kevesebb ráforítással, kockázatvállalással, forrásköltséggel tudjuk azokat az eredményeket elérni. Ez egyszerűen most már látványosan növeli az érdeklődést a mi piacaink iránt. Megkérdeztük Oszkó Pétert, hogy a magyar startup világ a nyugatihoz képest milyen nehézségekkel szembesül. Két nehézséggel küzd, egyrészt a tudás, tapasztalat és infrastruktúra hiány, tehát nyilván itt Magyarországon még nincsenek sok évtizedes tapasztalattal rendelkező vállalkozói generációk, akik alapvetően rutinszerűen tudnak egy innovációs ötletre cégeket felhúzni, tehát mindent az elejéről kell kipróbálni, az elejéről kell tanulni, és nyilván ennek a vállalkozói infrastruktúrája is még alakul, tehát az oktatási rendszer, az inkubációs hálózat, stb. Még épül. A másik pedig az eddig elmondottak mellett is a források rendelkezésre állása. Tehát azzal együtt is, hogy van egy erős állami szerepvállalás, meg vannak évedező magánpiaci szereplők, azért lényegesen korlátozottabb mértékben
lehet forráshoz jutni ebben a régióban és Magyarországon, mint Nyugat-Európában. 2018-ban a kockázati tőke alapokba került befektető forrás az majdnem 2 milliárd euró volt a régióban, tehát ez közép-kelet-európai régió. Ennek 40%-a egyébként közpénzállami forrás volt, de ez még mindig csak 2%-a annak, ami egész Európában ebben a szektorban rendelkezésre áll és befektető forrás. Tehát, hogy ilyen arányban. Magyarországon megnézzük, hogy a magánmegtakarítások, meg az állami források milyen irányba mennek, azért nyilván nagyobb lelkesedés van az ingatlan piaci befektetések iránt pillanatilag, mint mondjuk a startup befektetések iránt még mindig. Ez logikus is, tehát ebben egy észszerű arány még mindenhol az, hogy az ingatlan piac az több tőkét szív fel, mint a startupok piaca. De azért ma Magyarországon kevés hozzánk hasonló befektetőt lehet találni, aki azt mondja, hogy nem a nagyon prosperáló ingatlan piacba teszi a pénzét, vagy nem csak oda, hanem egyébként az a innováció finanszírozásával is foglalkozik. Azokat a típusú vállalkozásokat, amiket mi finanszírozunk, azokat a bankok logikusan nem tudják finanszírozni, mert egyszerűen nincs fedezet, nincs biztosíték, ami mellett a bank kezelhető kockázatok mellett tud forrásokat nyújtani. Az ilyen típusú vállalkozások számára az a típusú finanszírozással logikusan elérhető, amit mi is csinálunk, ahol ugye tőkében, tulajdonostársi viszonyban lépnek be befektetők a vállalkozásba, és ők tudják segíteni a felépülését. Azt azért szeretném, hogy világos legyen a válaszaimból, hogy azt gondolom, hogy ebben egy erős és dinamikus fejlődés zajlik, és jó pályán haladunk, csak ezt tudni kell tartani, akár még több forrás bevonásával. Egész máshogy áll ez a világ, mint ahogy 2010-ben áll. Ha San Franciscohoz vagy Londonhoz hasonlítjuk magunkat, akkor nyilván azt látjuk, hogy még nagyon sok a fejlődési lehetőség, de ha megnézzük, hogy hol tartottunk 2010-ben, akkor gyakorlatilag egy világ épült fel azóta Budapesten. Az üzletember nem politikusként tekint magára, ezért arról kérdeztük, hogy választóként, illetve befektetőként lát-e víziót az ellenzékben. 2009-ig üzleti életben dolgoztam, és alapvetően ami gazdaságpolitikáról véleményt mondtam, az üzleti szereplőként mondtam. 2009-től 2010-ig egy évig voltam pénzügyminiszter, és azóta se vettem részt a politikában. Véleményem az van sok mindenről, de szerintem egy egészséges választópolgárnak és az üzleti életben dolgozó szereplőnek, akinek vannak gondolatai a világról, nyilván vannak gondolatai a hazai folyamatokról is. Viszont 2010 után konzekvensen azt mondtam, hogy én ezt egy külső szereplőként olykor megosztom ezt a véleményemet, de nem azért, mert politikai ambícióim lennének, és én úgy gondolom, hogy nekem a politikai szférában kéne megnyilvánulnom, és ezt szeretném, hogyha továbbra se adna félreértésre okot. Választóként és üzletemberként is azt gondolom, hogy az ország érdeke az, hogy politikai versengés legyen. Egyébként a kormányzati munka szempontjából sem egészséges, hogyha van egy domináns politikai irány, és annak nincs semmiféle versenytársa. Kontrollja. Az üzleti életben is az serkent jó teljesítményre, hogyha vannak versenytársak, és ezek a versenytársak folyamatosan egymáshoz képest igyekeznek jó teljesítmény nyújtani, és nem egy domináns monopól helyzetben lévő szereplő kényelmesedik el és végzi a tevékenységét. Ez azt gondolom, hogy ez a logika a politikára is igaz. Sokféle össze-vissza jelenséget mutatott az elmúlt most már lassan 10 év, és abban az elmúlt 1 év az, aminek vannak olyan jelei, hogy van egy olyan típusú ellenzék, aki esetleg képes felvenni a kesztyűt. Hogy ez meg is fog-e történni, vagy sem, ezt nem tudom megmondani. Bár Oszkó Péter versenyszellemről beszélt, épp ez a versenyszellem volt az, ami miatt nem sikerült a magyar olimpiai pályázat. Átlátják. A NOB által megváltozott költséghatékonyabb, észszerű tervezési felállásban van olyan feltételrendszer, ahol Magyarország is tud olimpiát rendezni, de csak ilyen feltételrendszerrel. Tehát ahogy Párizs meg Los Angeles olimpiát tud csinálni, úgy Budapest nem tud olimpiát csinálni. Ez a fajta munka ez viszonylag gyorsan politikai irányba terelődött, és az a politikai befolyásoltság az meg is határozta a pályáját, és nem derült ki ebben az időtávban, hogy ez egy valós feltételezés volt-e, mert egyébként megint olyan nagy szereplők nyerték az olimpia rendezési jogát, ahol pont nem fog kiderülni, hogy egyébként kis ország kisebb beruházással tud-e olimpiát csinálni. Tehát az a célkitűzés, amit mondom megvalósított, hogy most be kell bizonyítani, hogy nem csak óriás metropoliszok tudnak olimpiát szervezni. Ez most 1-2 évig nem fog kiderülni. Az arénák és a stadionok építése, illetve felújítása sokszor politikai kérdéssé válik Magyarországon. Én önmagában általában zavarónak szoktam tekinteni a politikai zajokat bármilyen szakmai kérdés körül. Meg kellett szoknom az elmúlt évtizedekben, hogy sajnos a politikai logika az diktálja, hogy minden átpolitizálódik, és politikai pártok abból csinálnak versenyt, hogy igyekeznek a politikai mezőbe rántani minden lehetséges vitát. Ez nyilván megnehezíti sokszor a szakmai kérdéseket. Milyen azon a stadionépítéseknél is valószínűleg végig lehetne folytatni azon az ellenzéseket, ahol el lehet mondani, hogy melyik beruházásoknak volt értelme, melyik beruházásoknak esetleg kevésbé. Azt az állításomat fenntartom, hogy valószínűleg az infrastruktúrára költött pénz legalább egy részét máshova is lehetett volna, vagy lehetne költeni. De azt az állítást meg meredeknek tartom, hogy minden beruházás felesleges lett volna, tehát nyilván igenis voltak és vannak értelmes beruházások.
az nem titok, azt korábban is elmondtam már, én például pont az atlétikai stadiont ezt egy támogatandó ügynek gondoltam még akkor is, amikor az ellenzék még erről vitatkozott, mert nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen más sportág, egy olyan típusú beruházás, ami szintén a terveket nézve egy közösségi beruházásként ezer célra használható, tehát az pont példa arra, hogy amiről nagy politikai vita zajlott, az szakmailag elég erősen védhető és alátámasztható volt. Aztán nyilván lehetne egy csomó más példát mondani, amiről vita se zajlott, de sokkal több ellenérv lenne vele kapcsolatban felhozható.